Sziasztok! Nem tudom, mennyire szokott nektek déjà-vu élményetek vagy megtapasztalásotok lenni, de ami most történt, ezt muszáj elmesélnem. Nekem elég sűrűn volt régen déjà-vum, aztán volt egy idő, amikor valamiért nem, és most megint, mostanában megint kezdenek elszaporodni. Na, a mait mesélem el. Az volt, hogy most krumplit pucoltam a konyhában, mert paradicsomos krumplit szeretnék főzni, és közben a tabletről rádiót hallgattam, egy ilyen karácsonyi csatorna, ami magyar karácsonyi dalok mennek. Most pár napja már ezt hallgatom, egy kis ráhangolódás véget. És hallgattam a karácsonyi zenét, és közben azon gondolkoztam, krumpli pucolás közben, hogy délelőtt voltam egy helyen, szervizben, és ilyen nyírkos idő van, és elég sokáig volt rajtam a maszk, ami, mikor hazaértem, láttam, hogy nagyon átnedvesedett. És most krumpli pucolás közben azon gondolkoztam, hogy remélem van még tiszta maszkom, mert délután megyek a kocsiért, és ez megy a szennyesbe, és hogy legyen mit fölvennem délután. És ekkor lett egy nagyon-nagyon erős déjà vu érzésem, tehát krumpli pucolás, karácsonyi zene és a maszkon gondolkodás. És ezután jutott eszembe, hogy... Tehát ez a déjà vu érzés, ha esetleg valaki nem tudja, ez olyan, hogy egy pillanat, egy lehető legapróbb pillanatra kell gondolni a hétköznapi életben, és úgy érzed, hogy hoppá, ezt már megélted egyszer, ez már megtörtént. Ezek az apró kis nüanszok, hogy zene, gondolat, krumplipucolás, és ugye ez most megtörtént, és rögtön eszembe jutott, hogy nekem olyan, hát mikor, 1-2 éve körülbelül volt egy ilyen álmom, amikor ezt álmodtam, hogy állok a konyhában, pucolom a krumplit, szól a karácsonyi zene, és ezen gondolkozom, hogy van-e tiszta maszkom. És fölébredtem akkor, két éve lehetett körülbelül. És felébredtem, és felidéződött, hogy ezt álmodtam, és azon gondolkoztam, 2 éve, mondjuk 2018-ban, talán akkor volt, nem tudom pontosan, és ezen gondolkoztam, hogy oké, hogy ezt álmodtam, de milyen maszk, miért kéne maszkot hordani, milyen hülyeség ez? Akkoriban még csak azt hallottuk, hogy a smogos idő miatt, mondjuk Japánban, vagy az ázsiai országokban hordanak az emberek, és teljesen természetes, hogy úgy szállnak fel a metróra, vagy úgy mennek az utcán, hogy maszk van rajtuk. És ezen gondolkoztam akkor, hogy milyen maszkról álmodom én, milyen hülyeség. És tessék, eljött 2020, és teljesen természetes, hogy maszkot hordunk. Szóval érdekes ez a déjà vu, hogy álmodunk valamit, és évek múlva ez megtörténik, tehát ez ilyen, nem is tudom ezt hova tenni, ilyen időutazásszerű, mert miért álmodtam én 2 éve maszkról, amikor még Magyarországon szó nem volt arról, hogy maszkot kellene hordani. Na hát szóval csak ez történt, az előbb ezt szerettem volna nektek elmesélni. Ányos pedig itt alszik mögöttem, Daniella meg velem szemben a macskabútorban, és én meg folytatom tovább az ebédfőzést. Sziasztok!